Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom János evangéliumából, a 10. rész 11. versét. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Jézus egyik legismertebb kijelentése ez önmagáról, hogy én vagyok a jó pásztor. Néhány verssel korábban azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, és ez a két kép szorosan összetartozik, egymást gazdagítja, hiszen ott és akkor olyan akolba tereltek be nyájat, éjjelente a pásztorok, aminek csak kerítése volt, de ajtaja nem. Maga a pásztor volt az ajtó. Odafeküdt az ajtónyílásba, és csak rajta keresztül lehetett ki és bemenni a juhoknak, csak az ő tudtával és engedélyével. Jézus jól ismerte a keleti pásztorok szokásait, éppen ezért mondja azt, hogy ő az a jó pásztor, aki az ajtó is egyben. Hova vezet ez az ajtó? Oda, ahol megtartatás van, ahol biztonság van. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, mondja Jézus. Tehát ő az üdvösség, a mennyország, az örök élet ajtaja, Isten édes atyai házának ajtaja. Ő az ajtó. Nem egy ajtó a sok közül, hanem az egyetlen ajtó, amelyiken át be lehet jutni Isten kegyelmébe, az ő országába, a megtartatásba. Aki nem Krisztuson át megy be, az gyakorlatilag nem is jut be az üdvösségbe. Azt találja meg Istent és vele a boldog megbékélést, aki Jézuson, az egyedüli ajtón akar bemenni hozzá. Ő az egyetlen út az atyához. Krisztus olyan ajtó, akin keresztül be lehet menni. Ő az atya szívének az ajtaja. Krisztusban valóban megnyílik az isteni kegyelem egész gazdagsága számunkra. Neked is azt mondja most, én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik. Tudod-e úgy látni Jézust, mint aki nélkül el vagy veszve? Vagy el tudnád képzelni, hogy nélküle is lehetsz igaz, kegyes, vallásos, nélküle is élhetsz és nélküle is meghalhatsz nyugodtan? Jézus hívő vagy-e, vagy csak egy felsőbb hatalmasságban hiszel? Csak egyedül Jézus az ajtó, és csak azt tartatik meg, aki ő rajta keresztül megy be. A jó pásztor maga az ajtó, olyan ajtó, ami védelmet is nyújt az akolban levőknek. Ha már az ő juha vagy, az ő aklában, tekintheted őt úgy, mint egy becsukott ajtót, ami véd. Kívül maradt sok veszedelem, amelynek különben ki lenne szolgáltatva az életünk. Úgy helyezkedik oda Jézus az övéi és a rájuk leselkedő veszedelmek közé, hogy távol tart tőlünk mindent, ami romlásunkra lehetne. Emögött az ajtó mögött nem érhet semmi baj, semmi veszedelem. Amit ő átenged, az jöjjön csak bátran, biztosak lehetnek a juhok, hogyha veszedelmet rejtene számukra, nem engedné rájuk a jó pásztor. Az ő tudta és akarata nélkül nem érheti semmi az övéid. Semmi sem jöhet át kívülről, ami ne ő rajta keresztül jönne, hiszen ő az ajtó. Ha átengedte például a betegséget, a megpróbáltatást, a szorongattatást, vagy akár a halált, a veszteség megélését, csak azért történt, hogy az ő juhainak életük legyen és bővölködjenek. Ott vagy az ajtó mögött, a jó pásztor őrizetében. Ha igen, akkor fogadd úgy az élet minden baját, nyomorúságát is, ami csak elért téged, hogy az nem orvul tör rád veszedelmedre, hanem az ajtón átjött és azért jött, hogy neked életed legyen és bővölködjél. Mert Jézus a jó pásztor, a jó pásztor pedig életét adja a juhokért. Amen.